Ez az intézet, mondta Szekeres Pál, tulajdonképpen egy iskola, ahol meg lehet, vagy újra lehet tanulni a hétköznapi életet. Az ilyen helyek, mint ez a csodálatos, gyönyörű épület, az lehetőséged arra, hogy akik elvesztették a látásukat, hogy nagyon gyengén látók, ide bejöv olyan technikákat, olyan fortélyokat sajátítsanak el, amelyel visszanyerhetik az önálló életüket, és ezáltal, ha nem is ugyanaz az úton, mint korábban, hanem egy másik úton megint tudnak tovább előre menni, tudnak dolgozni, tudnak szórakozni, tudnak családot alapítani, tudnak egy teljes életet élni, és ahhoz azok a segítő technikák, mint egy iskolában, itt megtanulhatóak. Ugye azok az épületek, amelyek a fogyatékos emberek számára használhatóak, azok mindenki más számára nagyon kényelmesek és nagyon biztonságosak. Ugye hányszor van az, hogy megérkezik a várovált gyermek a lakásba, és akkor pár hónap múlva észreveszünk, hogy az a környezet, az maga az életveszély a gyermek számára. Ugyanilyen veszélyek leselkednek akár a látás, akár a mozgásokban sérült emberek számára, amikor olyan szintkülönbségek, olyan nem várt akadályok vannak, amelyeket akár nem érzékelve, vagy pedig nem rendelkezve a leküzdés képességével lehetetlen feladatok vannak. Tehát amiket itt önök látnak, azok mind-mind olyan dolgok, amelyek a látássérültek számára használhatóvá, értelmezhetővé és elérhetővé teszik a környezetet, és számunk mozgássérültek számára pedig használhatóvá. Ezt önök nem veszik észre, mi pedig egész egyszerűen csak így tudunk létezni és bejönni. És ami még különlegesség talán, és talán ilyen szemmel is érdemes megnézni, hogy ezek a színek, amik vannak, ezek nem véletlenül vannak, ezek a gyengén látók számára vannak. Ugyanúgy ezek a sokszor mondjuk esetleg magas sarkú cipőben kellemetlen burkolatok, ezek pedig ilyen vezető vonalak a fehérbottal közlekedők számára. Ez az lenne jó, hogyha ezek a mindennapjaink részével válnának, de én úgy gondolom, hogy egyre inkább, egyre több helyen ezek a dolgok felelhetőek. Egyrészt akkor meg fognak jelenni azok a fogyatékos emberek, akik eddig nem tudtak megjelenni, hasznos tagjai tudnak lenni a társadalomnak, és a többiek számára, ezt hangsúlyozom, hogy ez kényelmes és biztonságos.